Sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. A Star Café második állomásához érkeztünk. A mai vendégünk egy olyan ember, akinek a humor, az őszintesség, a bátorság egyáltalán nem hiányozhat a mindennapjaiból, és aki azt vallja, hogy a bátrakat mindig megjutalmazza a Jóisten. De mielőtt bekonferálnám és behívnám ide közénk, nézzünk meg róla egy kis filmet, amelyet Zemplén televíziós kollégáim készítettek róla. Miért jött az FBI-hoz dolgozni? Nos, uram, ide csábítottak az egyetemről. A szüleim szerint ez csak kamaszos lázadás, de én úgy éreztem, itt jobban kamatoztathatom a képességeimet. Az X-akták Scully ügynökét Nara Jerika hangján ismerhette meg a közönség. A népszerű színésznőt, énekesnőt jellegzetes ének és beszéd hangján túl nagyon emberközeli jelleme miatt is szeretjük. Vidékünkről származik, a szomszédos Borvidékről, Egerből. Akárcsak sok kortársa, ő is a Szentesi Gimnázium műhelyében ismerte meg a szakma alapjait, majd tanult a Színház és Filmművészeti Egyetemen és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola jazz és énekszakán. Ahogy nemrég egy interjúban fogalmazott, hamarabb tanult meg énekelni, mint beszélni. Mindig megtalálják az izgalmas feladatok az Operett Színházban is, és önálló útján is. Koncertezett Miskolcon a Bartók Plusz Opera Fesztiválon, játszott Szegeden a Hegedűs a háztetőn produkciójában, volt Marica grófnő a Mosolyországában. Sátoraljaújhelyen a legutóbb, az Amazonok című darabban láthattuk Györgyi Annával és Aux Évával egy színpadon. Őszinte és bátor nő, aki nem fél beszélni azokról a dolgokról sem, amelyek tabunak számítanak. Így lesz számunkra is hiteles a színpadon. Énekesi pályafutásában a jazz, a soul és a funky stílus egyaránt jól illik hozzá. A nekiírt nóták mellett szívesen tesz kirándulásokat a világzenében is. Saját beszélgetős műsora is van, ám ezúttal ő mesél magáról nekünk itt a Star Caféban. Isten hozott nálunk, foglalj helyet. Szerbusz, üdvözlöm a nézőket. És hát nem először vagy itt nálunk, legalább biztos, hogy másodszor minimum, hiszen tavaly is jártál már az Amazonokkal. Milyen érzés az, amikor hazafelé veszed az irányt, mert hogy ugyan nem borsodi vagy, de a szomszéd megyéből, a Bükk lábánál egy kis faluból származol. Füzesabonyi lány vagyok bizonyos értelemben, a rokonságom oda valós, ide én Egerben születtem, és aztán úgy hozta az élet, hogy egyre mentünk följebb és följebb észak felé, és aztán Egercsehiben kötöttünk így családilag, a mai napig ott van a ház, ahol a testvérem él az ő párjával. De nagyon furcsa, mert ugyanakkor, ha megkérdezik, hogy hová valósi vagyok, akkor mégiscsak azt mondom, hogy Egercsehibe. Pedig igazság szerint másodikos voltam, azt hiszem, általános iskolában, amikor kiköltöztünk, és én akkor már bejártam Egerbe általános iskolába egy szem gyerekként a faluból, zenetagozatosként, cipeltem az óriási csellómat, gyűlöltem, legalább háromszor összetörték évente, valaki mindig belelépett a buszon, de a fiúk segítettek, mert én voltam a pici lány a faluból, tényleg csak gimnazisták voltak a reggeli 6:50-es buszon. Szóval függetlenül attól, hogy füzesabonyiak vagyunk tulajdonképpen, de pont idefelé jövet is megállapítottuk a két gimnazista barátnémmal, aki elkísért, hogy szerelmesei vagyunk a hegyeknek. És valószínűleg azért kötöttünk ki Egercsehiben is, így családilag a tudat alatt ott volt mindannyiunkban az, hogy nekünk kell, egész egyszerűen kell a hegyek látványa. Annál szebbet nem tudok elképzelni, mint amikor esik a hó, és akkor odakint pedig látja az ember ezt a csodálatos vidéket. Úgyhogy igen, idevalósi vagyok, tehát a környékre valósi, és ezt nagyon szeretem, hogy én idevalósi vagyok. A beköszönőben azt mondtam rólad, egyik tulajdonságait közül kiemeltem egyet, hogy nagyon bátor vagy. Vajon az is bátorság kellett, hogy te innen Eger környékéről középiskolába Szentesre megy, vagy már akkor tudtad, hogy te színésznő leszel, és drámatagozatos középiskolába szeretnél járni? Miért pont oda? Egyáltalán nem tudtam, hogy színésznő leszek, hanem nem volt, tehát, hogy mondjam, tehát ez olyan furcsa hangzik, mindig el szoktam mondani az én számból. Én nem tudtam, hogy színésznő leszek, én bennem föl sem merült, hogy nem az vagyok. Tehát, hogy olyan furi, de tényleg, tehát, hogy... Csak kell róla én papír. Tehát én nem álltam a tükör előtt, és én nem mórikáltam magam. Tehát számomra nem ez volt a színésznőség, hogy akkor majd én
így csinálok, vagy úgy csinálok, tehát ilyenre nem emlékszik a család. Ugyanakkor például van egy olyan fotó, ez nagyon érdekes, ahol énekelem Szécsi Pálnak a Tósza szél az álmok tenderén című dalát. Hány évesen? Kettő voltam, vagy három, kettő és három között. Egy írtócuki kisfiúként ott állok, rövid hajjal, kordbársony nadrág, kordbársony ilyen mellény. Nagyon jól öltözött voltam, mert az anyukám a helyi áfész, Füzesabonyi áfésznek volt a munkatársa. Gimnázium után elvégzett még egy ilyen felsőfokú ilyen kereskedelmi iskolát, és ott kezdett gyakorlaton, és imádtak a munkatársai a fiatal csajszék, és mindenki engem öltöztetett. Úgyhogy én nagyon csini voltam a 60-as évek végén, a 70-es évek elején, soha olyan jól öltözött nem voltam, mint akkor. Ilyen tiroli rucim is volt, nem tudom, az idősebbek talán emlékeznek, hogy ilyen zöld szoknya, és akkor ilyen kis piros-fehér, nem tudom, ilyen valami kis bele volt még itt így hímezve, nem tudom. Tehát ilyen nagyon, tényleg ilyen nagyon csinibini voltam. Szóval igazából nem az volt a kérdés, hogy én majd én színésznő akarok elleni, vagy nem, egyszerűen azon a fotón is látszik, hogy én nem, tehát én nem így énekelek, hogy én énekelek, hanem én nagyon beleéltem magam. Tehát, hogy az egy ilyen más állapot volt már akkor is. Tehát, hogy nem később jutott nekem eszembe, hogy akkor én most majd színésznő. Fősebb, tehát tényleg nem volt ez kérdés. Na. Egyszerűen énekeltem, meg szerepeltem, amikor csak lehetett, de sosem mondtam ki a számon, tényleg nem. Amikor leérettségiztél, akkor nem feltétlen egyenes út vezetett, vagy a főiskola után nem feltétlen egyenes út vezetett ahhoz, hogy te dolgozni kezdj egy színházba, hanem te hazamentél egy évre. Hát az lett volna az egyenes út, ha ugye dolgozni kezdek valamilyen színháznál, de ez is Szenteshez köthető. Engem rögtön fölvettek a Színház és Filmművészeti, akkor még főiskolára, ma már egyetemnek hívják, és szerintem azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként törvényszerű volt, hogy én nem fogom ott igazából jól érezni magam. Nem volt pokoli 4 év, tehát szó nincs erről, de egy egészen más színházi kultúrából érkeztem, mi Szentesen, ma azt mondanák, hogy alternatív színházat csináltunk, a szó legnemesebb és legjobb értelmében. Minimál pénzből, és csak a kreativitás számított. Ott nem volt az, hogy milyen díszlet lesz, meg milyen jelmez, meg nem tudom mi. Ha egy érdekes előadást akartunk létrehozni, akkor csak magunkra számíthattunk, a saját ízlésünkre, a saját kreativitásunkra, és egész egyszerűen mindenkiből ez a legjobbat hozta ki. És akkor egyszer csak bekerül az ember ilyen intézményesített keretek közé tulajdonképpen, amiatt a főiskola az már az, és valahogy más dologgal szembesül, más dolgokkal találkozik, nem feltétlenül rosszal, csak más. De nekem addigra már annyira kialakult egyfajta ízlésem a színházzal kapcsolatban, hogy nem voltam mindig maradéktalanul elégedett azzal, amit én magamból ki tudtam ott csiholni. És amikor eljött a negyedik év vége, akkor hiába volt vidékről is és Budapestről is ajánlatom, azt éreztem, hogy én nem akarok ebben úgy igazából részt venni. De azért hozzáteszem azt is, hogy szerintem az is benne volt, hogy a zene, ami egészen pici koromtól elkísért, valahogy háttérbe szorult Szentesen, mert ott a színház sokkal erősebb volt. Énekeltem ott is, de azért a színház volt a prioritás. Egy picit hiányzott az, hogy én azzal ilyen nagyon erősen foglalkozzak, hogy úgy mondjam. És akkor már megkeresett egy zenekar a főiskolán, hogy legyek én az énekesnője, akkor megint belekóstoltam ennek a varázsába, és a főiskola után egy évre hazamentem, akkor kicsit kipihentem magam, és anyu mondta, hogy most akkor legyen elég, és valamit kezdje az életemben. De nem voltál csalódott? Tehát amiben beleszülettél, hogyan felnőttél, és amit vártál, meg színésznőnek lenni, és aztán elérted. Nem gondolkodtam ezen, ez pontosan ugyanoda vezethető vissza, amit én mondtam neked ezen elején, hogy igazából én soha nem akartam színésznő lenni, vagy tehát így, hogy én annyira akarok színésznő lenni, hogy minden körülmények között. Szoktuk mondani, hogy minden körülmények között az amatőr szeret játszani. Tehát, hogy annak mindig van kedve. Tényleg egy amatőrnek mindig van kedve játszani, annak sosincs az, hogy... Szóval azt látom magam körül egyébként, hogy a profi színészeknél is, hogyha nincs meg az a körülmény, amit ő elképzel magának, akkor sokkal jobb nem játszani, mint valami olyanban részt venni, ami az embert nem építi, nem szereti, egész egyszerűen aztán ilyen testi tüneteket produkálok én minden ilyentől egyébként, amikor olyan helyzetbe kerülök, ami legyen az a magánéletemben vagy a szakmámban, ahol nem igazán érzem jól magam. Így 50 évesen az én luxusom az, hogy 51, csak én fiatalítom magam, az én luxusom az az, hogy ma már csak olyan produkciókban vagyok benne, amit én nagyon szeretek. És hogyha rajtam harmóniát lát valaki, vagy azt mondja, hogy
hogy nem látszik úgy a korom, vagy nem, azt, tehát nem egy középkorú nőt lát feltétlenül, bár nyilván azért ma már más jelent egyébként középkorúnak lenni, mint az én gyerekkoromban, amikor egy 50 éves nő, amennyi, tehát egy 50-es nő az már gyakorlatilag egy, tehát tényleg már megkérdeztük, ha biciklivel a temető felé ment, hogy és ki hozza vissza a biciklit, hogy ma már ez nyilván egészen másképp van, kitolódott ez is, de igazából, szóval nem, egyáltalán nem voltam csalódott egyszerűen, tehát hogy azt gondoltam, hogy ennek most így kell, valami oka van, hogy én nem akarok, és aztán ilyen nagy-nagy kanyarokkal végül is oda jutottam most arra, hogy ma már tényleg csak azt csinálom, amit én, amihez nekem nagyon nagy kedvem van, és olyan emberekkel, akiket én nagyon szeretek, és nagyon nagyra tartok abban a dologban, amit ők csinálnak. Kanyarodjunk picit vissza az Operett Színházhoz, mert hogy ott is csodálatos éveket töltöttél el, de az első fele volt talán az igazán szerelem, amit ott töltöttél. Onnan is érlelődött benned a gondolat, hogy majd idővel eljössz, vagy pedig meddig tudsz tűrni, és mikor tudod azt mondani, hogy már nem érzed jól magad, már nem tudsz napsugarat vinni az ottaniak életébe, a magad életébe? Először is én ezt is mindig el szoktam mondani, hogy én szerintem én nem vagyok musical színésznő. Én színésznő vagyok, aki bizonyos szerepeket nagyon jól el tud énekelni, és bizonyos szerepeket meg nem. Tehát a klasszikus értelemben vett musical színésznő nekem a Janza Kata, aki tulajdonképpen minden darabban van legalább egy szerep, ami az övé. Tehát, hogy ez a műfaj az övé. Én súrolom ezt a történetet, és azért volt jó, hogy néhány évet ott eltöltöttem, mert akkor éppen megkaptam azokat a szerepeket, ami nekem jól állt, és nagyon szerettem, de soha nem, tehát tudom, hogy nagyon sok kollégám, aki nem érzi jól magát egy zenés színházban, az azért sem tud eljönni, mert nincs másik 23 zenés színház, tehát nem tudja azt mondani, hogy eljövök az operetből, és elmegyek a... Hova? Hova mész? Tehát ez nem így van. Nekem azért volt egyel egyszerűbb fölállni és dönteni, azt mondani, hogy köszönöm szépen, mert én ott eltöltöttem, nem tudom, x csodálatos évet, az fantasztikus volt, és akkor azt éreztem, hogy ez most megvolt, de nekem ott már nincs dolgom. Tehát, hogy amit lehetett ebből én ilyen nagyon modernül a fiatalok kifejezésével élve kimaxoltam, ez most egy ilyen nagyon gyerekemtől már hallottam, hogy ez most egy ilyen modern és ilyen menő, cool kifejezés, kimaxoltam. De aztán az utolsó pár évben már azt gondoltam, hogy semmi olyan dolog nem történik, ami engem előrébb visz a pályán, vagy hogy én tudnék hozzátenni ahhoz a produkcióhoz, ami ott születik. És akkor szerintem kell tudni ilyenkor annyira bátornak lenni, hogy az ember azt mondja, hogy én akarok ettől magamtól valamit, tehát hogy én elsősorban, akkor el kell tudni jönni. Még akkor is, hogyha abban az esetben ott az nem tűnt egyébként egy jó ötletnek. De akkor te már tudtad, hogy hova lépsz, nem, a következő lépésed mi lesz? Fogalmam nem volt. De egyébként azt szoktam mondani, hogy úgy baromi könnyű eljönni valahonnan, hogy az ember tudja, hogy hova megy. De ahhoz nem kell bátorság. De azért, ha most mindenki a szívére teszi a kezét, hány olyan eset volt az életünkben, amikor az élet fölajánlott valamit, és még benne voltunk valamiben. És nem vetted észre? Nem lépted meg? Nem, hogy nincs ilyen szerintem. Olyan, hogy az ember lép, és akkor az ember azt jelenti, hogy a gyerek is majom. Mint hogyha az ajtó bezárul, és a persze. Másik kinyílik. Tehát olyan nincs, nagyon sokan abban hibába esnek szerintem egyébként, hogy azt mondja, hogy majd akkor válok el, hogyha majd jön egy nagy szerelem. De nem jön egy nagy szerelem, ha otthon ülünk, és együtt élünk a volt férjünkkel, a párunkkal, az akárkivel, de egyébként ott várjuk, hogy majd jön a nagy szerelem, amúgy meg bele vagyunk betegedve egy egész szituációba. De ugyanez a szakmai életünkben is. Tehát, hogyha ott ülök, és azt várom, hogy majd valaki rám telefonál, jön a Fellini föltámad, és azt mondja, hogy a Országúton című film, újra szeretném veled leforgatni, mert már Giuliettát nem szeretem, inkább Erika, te lettél a feleségem. Tehát ez egy hülyeség. Tehát azt kell csinálni, hogy az ember egyszer csak kilép egyrészt a fénybe, tehát hogy látszódjon, hogy van, hogy létezik. Mert például én tudom, hogy nagyon sok feladat, amikor én eljöttem az operettből, azután talált meg, hogy én onnan eljöttem. Egész egyszerűen azért, mert addig nem is merült föl a szakmában, hogy én ott remek szerepeket játszottam, mert miért gondolta volna bárki, hogy most Erika ott rosszul érzi magát, és el akar jönni, és nem tudom. Közönségdíj például. De igen, tehát azért mondom, hogy látszólag minden rendben volt, ezt az ember csak saját maga tudja, hogyha valami nem úgy van, ahogy ő szeretné, és akkor viszont jelzést kell adni a világnak, hogy uraim, hölgyeim, én most itt vagyok, én mennék, és most szabad lettem, és
tudok más színházban játszani. És egyéb... Most ahogyan így játszottál a hangoddal, biztos a nézők is így felfedezték, hogy azért egy kicsit a Scully-t is, meg egy kicsit az egyik csatornának a hangját is. Tehát, hogy az egyik csatorna hangja már nem én vagyok. Azt már felfedeztem, hogy nem te vagy, igen, ebben az évben. De hogy az hogyan indult a szinkron színészet, és hogy tényleg többféle hangod van, mikor melyiket veszed elő, ebben mennyi munka van, erről mesélj nekünk egy picit. Ez normál esetben úgy történik, hogy az ember főiskolás, és akkor ott a tanár azt kihívja. Tehát, hogy volt egy ilyen óra akkor, még szerintem most is van. És akkor a Vas János tanár úr, aki egyébként egy nagyon jó nevű szinkronrendező volt, a Pannonia filmstúdióba kihívott egy szerepre, úgy ítélte meg, hogy én ebben ügyes vagyok, és akkor elég hamar megkaptam az X-Acták Scully-et, ami viszont annyira emblematikus volt, akkor még nem volt csak két csatorna, mindenki azt nézte, nagyon, és még bemondták a neveket, tehát akkor ma már, ha megnézik, már szinte soha, sőt levágják a végén, meg nem tudom. De akkoriban még úgy kezdődött egy film, hogy azt mondták, hogy Gillian Anderson, magyar hangja, Nárai Erika. És akkor ezt egy ország hallotta minden hétfő este, és nagyon sokan nézték, úgy tudom, az X-aktát, tehát ilyen 2 milliós nézettsége volt. Tehát akkor az egy idő után beül az emberek fülébe. Egyébként azon nevettem, mert itt láttam, hogy az elején egy X-akta részlet volt. Mindenki azt mondja, hogy annyira szeretem azt a barna, meleg X-aktás hangodat. Milyen barna meleg X-aktás hang? Ez már azóta van, de erre már nem emlékeznek az emberek, hogy ez nem az X-aktában volt. Ugyanilyen kis inci-finci picurka hangon volt 25 évvel ezelőtt, de közben egy picit így mélyült, és már hozzárakják az emberek tehát a régi 25 évvel ezelőtti részek közben, vagy a 15 évvel ezelőtti, vagy nem tudom én, de nem ott lett ilyen, hát az ember öregszik, és akkor picit mélyül a hangja. De hogy tök vicces, hogy mindenki azt hiszi, hogy ilyen, az a Scully is, amikor olyan barnán beszélsz. És mondom, hogy akkor nézzél meg egy ilyen Scully-t, egyáltalán nem így beszéltem. A mostani részekben már nyilván, tehát amit mit tudom, egy évvel ezelőtt csináltunk. De hogy vele öregettem a csajszival. Fedeztél fel olyat és zavar, hogyha olyan szinkronizál, aki nem oda való szerinted? Tehát már a kész produktumban visszahallod, és ő nem jó benne? Nem, engem nem érdekel. Tehát most őszintén szólva, nyilván az ember leül a televízió elé, és hogyha én nem nagyon nézek tévét, én focit nézek, csak azért kaptam a barátaimtól egy tévét, mert nem volt sok-sok évig, tizenvalány évig televízióm, de miután tudták, hogy a focit meg nagyon szeretem, kaptam a születésnapomra egy televíziót, úgyhogy azóta nézek tévét, még egyszer mondom, leginkább focit. De persze, ha jó egy szinkron, a kalambókat a mai napig arra alszom el esténként, az egyik csatornám 9:30 indul, a másikon 10:30, úgyhogy ha van előadásom, akkor a 10:30-eset kezdem el nézni, ha nincs, akkor a 9:50-eset. És jó hosszú egy sorot. Csodálatos. Tehát Szabó Gyulát, azt nem is tudom tényleg, egyszerűen, de azért azt ne felejtsük el, hogy akkor mindenki színész volt, aki szinkronizál, de tényleg. Ez a szó nem létezett, hogy szinkron színész. Ez manapság létezik, mert akkoriban, ezt most csak mondom így a kedves nézőknek, vagy hallgatóknak, vagy vendégeknek, hogy akkor úgy volt, hogy voltak a színészek, akik játszottak filmekben, játszottak a televízióban, a tévéfilmekben, játszottak színházban, meg még ezer más csináltak, és szinkronizáltak is. Ezért van az, hogyha egy régi filmet megnéz az ember, akkor mikor bemondják a magyar hangokat, akkor ilyeneket lehet hallani, hogy Sinkovics Imre, Hauman Péter, Váradi Hédip, Sota Irén, tehát a legnagyobbak, tehát akik egyébként a színházban is iszonyú maradandót alkottak filmeken, nem tudom én, tehát az egy része volt csak a szakmájuknak, hogy egyébként szinkronizáltak is. Ez is ugye fölhígult, jött ez a 4000 csatorna, ami manapság van, az 5 millió filmmel, amit ugye láthatunk, és kellettek az emberek. És akkor először is nekem nem lehet azt mondani, hogy és gyere már ki 4 forint 40 fillérért. Mert azt mondom, hogy nagyon aranyos vagy, nem megyek. De aki az utcáról bejön, és azt mondja, neki mindegy, csak szinkronizáljon, az olyan is van, ha hiszik, hanem aki ingyen megcsinálja. Olyan is. De sajnos a megrendelőt, szóval ne legyenek illúzióink, nem érdekli. Mert ha érdekelné, akkor nem lenne az a trágyadomb időnként, amit hallok. Mellesleg elkapcsolom, tehát én nem idegesítem már föl ezen magam. Nem tetszik, mindig azt szoktam mondani, hogy nem panaszkodni kell, ott a távirányító, és így kell csinálni, hogy
és már ott sem vagyunk. Tehát én nem bosszankodom ezen, nyilván sajnálom a szakmát, mert nem így indult. Én még elcsíptem a legvégét, tehát a 90-es években, amikor még tényleg a Pannonia filmstúdióba kellett fölmenni, mert minden szinkronot készült, és az ember remegő lábbal bement a büfébe, és itt ült a Sinkovics Imre, ott ült a Dörner György, életem első szinkronját a Hegedűs D. Gézával csináltam. Tehát, hogy olyan emberek, akik a Tordi Géza, tehát, hogy egyszerűen, hogy a Koncz Gábor ott állt mellettem, úgy cigarettázott, hogy azt hittem, hogy elájulok a füsttől, de nem lehetett szólni, mert hát ezek akkora bölények voltak, hogy én kis főiskolás vagy pályakezdő, örültem, hogy ott lehetek a környezet. Ma meg az, hogy bemegyek, azt se tudják, hogy ki vagyok, nem köszönnek, nem, tehát ilyen furi az egész. Tisztelet a kivételnek, tényleg. Tehát olyan, az is olyan úgy, és azóta van ez a szinkron színész kifejezés, amióta egy csomó olyan ember van, aki egyébként nem színész, nem játszik színházban, csak valahogy oda keveredett a pálya szélére, és akkor így szinkronizálgat. És még azért egy dolgot hadd mondjak el, hogy vannak olyanok, akik egyébként nagyon-nagyon ügyesek, nem lettek színészek, de azért csinálják nagyon jól ezt a dolgot, mert gyerekként kezdték. Tehát oda jöttek picinek, és ott ők megtanulták ezt a szakmát, és ott ragadtak. Annyira megszerették, hogy felnőttként is elvégeztek egy egyetemet, van egy más munkakör, amiben adott esetben tudnának is dolgozni, de annyira szeretik, hogy ők a mai napig, de ők mindig hozzá is teszik, hogy ők nem színészek, ők ezzel foglalkoznak, hogy szinkronizálnak. És, de mondom, ez nem nagyon létezett. Ez a 2000-es évek terméke, ez a szinkron színész történet. Amikor a nevedet meghallom, vagy így felidézem a te személyiségedet, akkor amellett, hogy te természetesen nagyon sokan elismerjük a munkádat és szeretünk, talán az jut eszembe, hogy hihetetlen közvetlen vagy, mint például most is. Ez akkor jellemző rád, hogy te konkrétan 7-től 10-ig vagy színésznő, és ott azt teljesen leválasztod, és amikor elhagyod a színházat, akkor... Hát a fél tízkor van vége az előadás. Akkor fél tízkor. Igen. Szoktam mondani, hogy hozzám előadás előtt egy órával már nem nagyon szólnak, mert pontosan tudják, hogy én akkor szoktam átnézni, én kijövök az öltözőből, mert sokféle kollega van. Van, aki azt szereti, hogyha ha őt azt nyugtatja meg, hogy én ettől elszédülök, pedig én tudok beszélni, de nem gondolom, hogy ott lenne a helye. Tehát, hogy akkor én nem beszélek. Tehát, én hagyom, hogy mindenki föl tudjon készülni. De én azt is tiszteletben tartom, hogy van, aki meg... Akkor van az, aki így nagyon ideges lesz, és ilyen vámpírrá válik, és energia ilyen leszívó, és még sorolhatnám. És akkor én ezt nem úgy oldom meg, hogy bennmaradok és idegeskedek, hogy ez mennyit beszél, az meg ízi, az meg hisztériez, az meg nem tudom én miért, hanem fogom magam, én általában nagyon hamar fölöltözök, kimegyek a fodrásztárba, ha kell, akkor megcsinálkozom, és utána én rögtön lemegyek a színpad oldalára. És ott senki nincs ilyenkor, csak a műszak. De ők úgy végzik a dolgokat, tehát senki nem foglalkozik a másikkal igazából. És akkor én ott a színpadon, az már az egy szent hely, és akkor én mondom a szöveget. Vagy beskálázok, vagy kicsit betornázom magam, hogy minden nem olyan laza legyen, hogy ne húzzam meg magam, ha táncolni kell mondjuk egy előadásban, vagy nem tudom. És akkor ezeket szépen én így végig mantrálom magam, ezeket a dolgokat. Tehát akkor én már ilyen a telefont is kint hagyom, és nem tudom, és akkor nincs az, hogy én a szünetben sem nézem meg, ha olyan az előadás a telefon. Pontosan azért, mert egyébként ez is egy szabály, színészt, ha baj van, nem hívunk föl. Mert úgyse tud, tehát nem tud egy előadást ott hagyni, tehát nem tud kijönni. Max föl tudjuk idegesíteni, hogy beteg a gyerek, vagy nem. És akkor most innen én mit tudok csinálni? Semmit, csak legfeljebb 5 bakit fogok mindjárt ejteni az első 10 percben, mert onnantól kezdve az agyam arra áll rá. Én ezért nem vittem be soha a Kamillát a színházba, csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritka esetben. Maximum azért, mert azt mondta, hogy akkor ő oldalról megnézte az előadást, mikor már picit nagyobb volt. De én nem tudok két felé figyelni, pedig nő vagyok, és tudunk sok felé, de ha az ember, tehát amikor játszom, akkor én nem tudom félváról venni a gyerekemet, ha ott van. Tehát nem tudom neki azt mondani, marad csöndbe. Mert hát ő meg nyilván valamiért kérdez valamit, vagy ő az anyát hiába, valamiért akarja, hogy ő most őre koncentráljon, őre figyeljen. Emlékszem, hogy volt egy, úristen, ez egy borzalmas történet volt, a Műpában volt egy nagy koncertem, ami hát azért az ember életében viszonylag ritkán van. Még akkor is, ha elmondhatom, hogy olyan szerencsés vagyok, hogy a Műpában nekem van egy havi sorozatom, de az a Bohém étteremben van, az egy talk show, az körülbelül ennyi ember van, mint most itt önök, de az, amikor a nagy színpadon van az embernek egy óriási koncertját, azért az ritka.
És egy egyhetes osztálykirándulás aznap ért véget, amikor az én nagy koncertem volt. A gyerek volt, azt hiszem, 14 éves, 15. És ő az új osztályával volt, ráadásul ilyen gólyatábor volt, ilyen 4 napos gólyatábor. És ő mondta volna, hogy mi történt a gólyatáborban. Én meg egy 2 órás koncertre éppen készültem, és ő odajött a MÜPÁ-ba. És ő állt fölöttem, és mondta, és kezdett, hogy lesz egy olyan osztálytársam, hogy olyan, és egy darabig csináltam ezt, hogy és mondtam, Erika, annyira szaranya lennél, most azt mondanád neki, hogy menj már innen, hát nem látod, hogy ez, és nem volt más választásom, mint azt mondani, hogy megfogni a kezét, és azt mondja, most nincs még anyukád este 10-ig. Muszáj, hogy nagyon sajnálom, egyszerűen muszáj, hogy most kimenjél innen az öltözőből. Megértette? Mert abszolút, mert ha most bemaradsz, akkor én nem fogok tudni fölmenni a színpadra. Nekem muszáj, hogy még átbeszélem ezeket a szövegeket, magamba koncentrálok, föl kell öltözni, ezért nem tudom én, egyszerűen idegesít, hogy itt vagy, de nem azért, mert tehát, hogy muszáj, hogy kimenj kicsim, jó? De rettenetes volt anyaként ezt mondani, és én ezért nem vittem be soha a színházba, mert egyébként meg egy csomószor kellett volna azt mondani neki, hogy Buci, most ne gyere már ide, vagy ne gyere, mert hogy most, tehát hogy ez két külön világ. Ugyanakkor, ha vége van egy előadásnak, és én beülök a kocsimba, akkor nekem, tehát akkor meg a színház szűnik meg létezni, tehát én. De van olyan, aki egyébként reggeltől már Szent Johanna, tehát ha este azt játsza. De ez egy típus. Én meg azt mondom, hogy nem, előtte egy órával, és ahogy vége az előadásnak, ott a vége történik. Az édesanyád mit pakolt a hátizsákodba, amikor útra eresztett téged? Milyen értékeket? Hogy amilyennek megszerettünk, megismertünk, hát én ezt nem tudom neked megmondani, mert minden nap még fölfedezek. És amit tovább is adsz utána Kamillának persze? Fie, minden nap, sajnos nem él már, de minden nap eszembe jut még valami, hogy és basszus, azt is ő, és még azt is tőle, és azt is ő. Az, hogy ő nincs, az szám, ez nem is, ez nekem de kapcsolatban vagy vele. Abszolút, tehát egyszerűen ez felfoghatatlan, tehát nem, nincsenek szavak arra, hogy én azt, hogy én nem akarom elhinni, hogy ő nincs. Tehát nem tudom megmondani, mikor halt meg. A napját tudom, az órát tudom, a percet tudom, mindent tudok, és akkor megkérdezik, hogy hány éve? 4 vagy 5. És nem tudom. Egyszerűen mindig azt hiszem 2013-ban. Igen. Ahhoz tudom kötni, hogy a gyerek 6-os volt. De egyébként nem egyszerűen, de lehet, hogy 14, nem tudom. Tehát, hogy annyira törölte az anyam, miközben minden pillanatra emlékszem az utolsó 2 hetéből, a kórházról, tehát amikor, hogy mentem vissza hozzá, hogy tudtam meg, hogy egyébként ez is, hogy milyen az emberi psziché, hogy álltam a szinkronban, nagyon keveset szinkronizálok már egyébként évek óta, csak tényleg akkor, hogyha visszajön egy régi figura, vagy nem tudom, és álltam a szinkronba és azért kértem estére a szinkront, hogy egész nap vele lehessek a kórházban, és akkor, hogy onnan, ha elmegyek, akkor bemegyek a szinkronba, és megcsinálom azt a pár tekercset. Tehát 14 tekercs, az körülbelül egy ilyen fél órás munka. És a 9. tekercsnél telefon, és hogy nem, kiírta a kórház számát, és én nem arra gondoltam. Tehát föl sem merült bennem, hogy azért hívnak föl, mert baj van. Egyszerűen nem tudom, mire gondoltam, hogy a másik kórházból egy ápolónőre, volt a 3-4 kórházban voltunk az utolsó pár hétben, hogy miért az jutott eszembe, és miért nem a legkézenfekvőbb, nem tudom, este 9-kor, 8:30-kor. Fölhív, és hát, hogy rossz hír, és nem tudom. És akkor letettem, és mondtam, hogy ne haragudjatok, csak telefonáltak, hogy meghalt az anyukám. És akkor mondta a stáb, hogy akkor ennyi, és mondtam, hogy nem, ezt most csináljuk meg ezt az 5 tekercset, vagy 6-ot, mert nem fogok visszajönni akkor. Tehát, hogy ez egy, valószínűleg azért volt, hogy ezzel toltam el, hogy ez még nem történt meg. Uh-huh. Tehát, hogy én nem, én még azt a 6 tekercset meg akarom csinálni. Te milyen anyukája vagy Kamillának? Hát laza, vagy szigorú? Hát vegyes. Időnként azzal áltatom magam, hogy fű, de következetes, meg pici volt a gyerek, és tényleg konkrétan szerelmes vagyok belé.
feküdt az ágyba, és akkor szopta így az ujját, mint a 6 éves lett. Kamilla! 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 Semmi. De figyelj, te nem félsz, hogy egyszer ütöm, én tényleg így bedühödök, és te szájba vágnak varró, vagy nem tudom, szóval valami, hogy így... Nem félsz? Tőled? Nem. Mamától, igen. És szokta tovább az ujját. Tehát, hogy a mamában volt valami, tehát ahogy én a nagymamámat tartom a legfontosabb embernek az ez életemben. Ez a tipikus két generációnként. Igen, és annak ellenére, hogy tényleg az anyuval egy ilyen iszonyatosan különleges kapcsolat volt közöttünk, de a mama volt nekem is a minden. Úgy a Kamillának is az én anyukám a minden, és nagyon-nagyon-nagyon megviselte, hogy az anyu meghalt. De a mama nagyon, ő tényleg nagyon szigorú volt. Tehát, hogy azt mondta valamire, hogy nem, akkor az nem volt. Ott, én nem emlékszem rá, hogy én gyerekként aztán azt mondtam, hogy jó, de totál felesleges volt. Tehát pontosan tudtam, hogy ha egyszer az anyu azt mondta valamire, hogy nem, akkor még utána lehetett 5 kört futni, de teljesen felesleges volt. Azért nálunk az úgy, hogy anya, elmehetek, ha nem tudom én, hogy nem. Jó, de azért nem. De hazajönni, jó, de 9-re gyere haza. Tehát, hogy... A holuazi porcelángyár felajánlott ilyen nagyon szép csészéket, és mindenki kapott egy kis szelvényt, amikor ide belépett. Azokat kérem, vegyék elő és keressék meg. És 2 szerencsés nyertesünk lesz. 2 húzok? 2 fogsz húzni. Úgyhogy mindenki, ha megtalálta, akkor nagyon figyeljen. A következő nyerőszám a 6-os. Mehet? Azt mondja, hogy az első, jaj, ez egy nagyon jó évjárat, 67. A 67-es. Sajnos, 67-ben születtem. Sajnos. Megvan az első nyertesünk. Hát gratulálunk. És most kihúzom, hogy ahány éves vagyok. 25. 27, igen. Na lássuk, hány éves vagyok. 52, és tényleg, annyi leszek novemberben. Ez borzasztó. Őrület. És megvan az 52-es is. Amit lottoznunk kell, most már ezt érzem. Szerintem szombatig jársz meg ezeket a számokat, ez a 2 legyen benne. A Eurojackpotot, azt találtuk ki a barátnémmel, hogy Eurojackpotot veszünk, azon nagyon sok a nyeremény, és tehát csinálunk egy luxus nyugdíjas otthont, és mi is beköltözünk. Készültem egy dallal, egy olyan dalt hoztam, ami szoktam mondani, hogy nagyon kevés olyan dal van, amire a szakma is azt mondja, hogy wow, mondjuk az én zenészeim, akik nagyon finnyásak, hogy úgy mondjam, és a nagy közönség is azt szokta mondani, hogy úristen, de szép ez a dal. És azt gondolom, hogy ami most következik, az egy ilyen dal, minden értelemben kapcsolódik az én életemhez, egyrészt, mert az Operettszínházban játszottam a Szépség és a Szörnyetekben, ez a dal ebből a musicalből van. Másrészt 1990 nem tudom hányban, ez volt az első Disney musical, amiben vokáloztam, akkor még csak vokalistaként az összes háttéréneklést azt Jan Zakatával, és nem tudom én kikkel ott fölénekeltük. Ezután jöttek még a Herkules, Aranyhaj, Mulán, meg Jégvarázs, meg Verdák, meg mit tudom én, de ez volt az első, a Szépség és a Szörnyeteg. És ez az a dal, egyébként egy Oscar-díjas dalról beszélgetünk, amit az egyetlenként kiemeltem a musical pályafutásomból, és énekelem minden alkalommal, ha csak lehet a zenekarommal is. Úgyhogy jöjjön ez a csodás dal, az én személyes nagy kedvencem, a Beauty and the Beast-ből a The Beauty and the Beast. Te a mama akkor énekli, amikor a szépség és a szörnyeteg azon a bizonyos vacsorán egymásra talál, és táncol. Itt jelen van az összes szereplője a darabnak, köztük az én kis csorbim is. Tale as old as time, true as it can be. Barely the friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both alone.
escape, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same, ever a sign. The sun will rise, tailors all the style, true as all the song, be the sweet and strange, finding you can change, learning you alone, certain as the sun, certain as the sun. Rising in the east, tale is all the style, song is all the style, beauty and the beast. Tale is all the style, song is all the style, beauty and the köszönjük szépen! Nára Erikát látták.